Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió keddi adását látják. 2024. augusztus 20-án elbúcsúzott a város Antal Imre plébánostól. Az atya mintegy 15 év szolgálat után távozott Kistelekről. A közös búcsú pillanatait stábunk örökítette meg. És azt még ráadásul egy kicsit meg is kedveli, akkor, amikor elmegy, nem tudom pontosan, hogy magamat sajnálom-e, vagy őt. És láttam, amikor a hírt kaptam, amikor Imi fölhívott, mindjárt természetesen, amit délelőtt is mondtam, egyet mondott, arra kérlek, ne kavarjál. De mégis valahol kettősség volt az emberben. Megfeledkezik arról, hogy egy pap szolgálatot teljesít. Megfeledkezik az ember arról, hogy mindig oda teszik, ahol a legnagyobb szükség van rá. És arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogyha valaki egyébként egy másik helyre, nagyisten, egy jóval nagyobb helyre elmegy, akkor nem-e büszkének kéne lennünk rá? Nem-e egyébként a saját magunk sajnálatán túllépve milyen büszkék vagyunk, hogy nekünk olyan plébánosunk van, volt, aki majdnem, hogy kinőtt minket egy kicsit, és már sokkal nagyobb feladatokkal bízzák meg. Ezért az elmúlt időszakban kicsit homokba is tettem a fejem, és nem akartam tudomást venni arról, hogy Imi elmegy. És de tromfolhat az ember a világgal, tudomásul kell venni, hogy előtérbe kell helyezni azt az érzést, hogy legyünk rá nagyon büszkék. Ugye az a probléma ebben, hogy Imi nem csak a plébánosunk, az a probléma, hogy őt megszerettük. És így már mások. Nem az itt szolgálatot teljesítő pap, hanem megszerettük az embert. Mondhatnánk azt, hogy Lackó atyá után könnyű dolga volt. Könnyű volt őt megszeretni. De nem egészen így van. Nem egészen így van, mert látom most is. Legyen az kisgyerek, legyen az idős ember, ha meglátja az Imit, akkor minimum köszön neki és üdvözli, és jellemzően az arcán mosoly van. Úgyhogy, mikor ma azt gondoltuk, hogy itt augusztus 20-ához kötődően tiszteletbe tart, hogy ő neki máshol kell most már szolgálatot teljesíteni, de mégis a délutáni órákban egy kicsit beszélgethetünk vele, akkor azért ilyen furcsák a kellékek, meg azért ülünk itt együtt, mert beszélgetni jöttünk. Veletek, magukkal, vele. Mégis azért előtte van egy kicsi hivatalos része is a dolognak. A hivatalos része a dolognak, hogy a város szeretne valami pici emléket is adni. És persze mit adjunk neki? Úgy is megvan mindene. Legalábbis ő így gondolja. Ezért a város képviselő testülete azt gondolta, hogy egyhangulag ad egy írományt. Ezen elismerő oklevél tanúsítja, hogy Kistelekváros képviselőtestülete 155/2024 önkormányzati határozat alapján Antal Imre részére Kistelek közösségi életért díjat adományoz. Kistelek város hálája. Megköszönő szeretete kísérje
minden napját. Értünk tett, tiszta szívű, fiatalos lendületű, áldozatos papjának, ki életének első papi szolgálatát Kistelek és környéke népének szentelte. Adassék ezen elismerés a jó papnak, és legfőképpen a tiszta lelkű ember. Kérjük a Jóistent, vigyázzon rá. Kelt Kisteleken az Úr 2024 esztendében új kenyér havának 20. Polgármester elég izmos, de nem elég erős. Még nem gyakorolta elég jó ezeket a beszédeket, és még a ő hangja is. Kedves Imi, ezzel párhuzamosan vettünk egy másfajta emléket. Ebbe a dobozba van egy olyan valami, amit te szeretsz csinálni. Van ilyened, de nem ilyen jó. Úgyhogy a sorok mellé fogad ezt is szeretettel. Köszönöm szépen. Még azt is. Föl is nyithatod. Hogy kell? Látjátok, látják. Ez majdnem úgy van, mint otthon. Mikor a családból elmegy. És a mi családunkat úgy hívják Kisteleknek. Tágabb értelemben itt a környékbeli települések. Persze, hogy nem könnyű elköszönni valakitől. És persze, hogy ilyenkor azt gondoljuk, nem baj, jövő héten is mi benéz erre hozzánk, de tudjuk azt, hogy majd egyre ritkábban. Van csom tovább is? Hát most már látni fogod, mi van benne, ha kinyitod. Valahol megvan, ugye? Majd össze kell rakni. Igen. Várjál, itt van egy. Gyönyörű. Egy komolyabb, újabb típusú, fejleszthető, ha Milipeti itt lenne, akkor tudnám, hogy tükör, reflexes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gyönyörű. Lefényképezem magukat. Fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez nagy, nagyon nagy lelkű. Köszönöm. Na ez lett volna a nehezek. És most kérdezzük meg őt. Nem azt fogom tőle megkérdezni, hogy mi a helyzet vásárhelyen. Legyen az az ő dolga. Viszont azt azért megkérdezném, hogy amikor tartottál idefelé, most, az hogy volt? Mire gondoltál? Beugrunk, iszunk egy pohár volt, azt megyünk tovább.
Ez nem kell, ez nem. Itt van nekem. Mindenek előtt szeretettel köszöntök én is mindenkit, és mielőtt leülnék, ha megengedik, hadd mondjak el annyit, hogy nagy megtiszteltetésnek tartom azt, hogy önök ünnepnapon, kánikulában ilyen sokan eljöttek erre a találkozóra, mondjuk így, és nagyon szépen megköszönöm ezeket a szép szavakat és ajándékokat, és polgármester úrnak csak annyit válaszolnék a gyengeségére, ami a könnyeiből adódik, hogy csak az erős ember tud sírni, a gyenge nem. Csak az erős ember tud sírni. A könnyeknek ereje van. És ezt köszönöm. Ha semmit nem adtál volna, csak ennyit, már az is megérte volna. Nagyon szépen köszönöm. Mire gondoltam, mikor jöttem errefelé? Hát arra gondoltam, hogy itt valami lesz. Arra is gondoltam, hogy ha bár nem volt nagy hírverése, de valami nagyon nagy dolog lesz, mert a lehető legnagyobb dolog, ami az ember életében történhet, az a találkozás. Hogy tudunk egymással találkozni, kezet fogni, egymás szemében nézni, összemosolyogni, és hát sejtettem, hogy itt ez lesz. Mindszentről jöttem, mert ott volt a megyei ünnepség, és a kompal jöttem át, de Mindszenten találkoztam olyanokkal, akik ma délelőtt jártak itt Kisteleken, és azt mondották, hogy a városnak a különböző utcái az én tiszteletemre le vannak zárva. Erre azt mondottam, hogy nyugodjanak meg, nem vagyok én még akkora király, hogy miattam utcákat zárjanak le, de megtisztelő, ha így gondolják. Úgyhogy tényleg azzal az örömmel jöttem, mint aki hazajön, mert nehéz lenne azt mondani, hogy ha errefelé jövök, akkor nem hazajövök, hiszen életemnek az elmúlt 15 esztendeje az itt telt, és Kistelekre mindig hazajövök. Mert ez a város adott nekem otthont, mondhatom, hogy ez a város nevelt föl engem, ez a város tett engem azzá, akivé váltam, és az itt élő embereknek a szeretete, bizalma, jósága, megbecsülése, amit én itt és a térségben kaptam, hát azt, hogy mondjam, ezt nagyon nehéz, hogy mondjam úgy elbírni. Mert hogy ez egy édes tehár, de azért úgy nyomja az embernek a vállát, mert tudom, hogy nem távoztam innen nyomtalanul, és azt is tudom, hogy ettől kezdve, hát a kistelekiek még jobban figyelnek rám. És itt most még inkább oda kell tennem magamat, mert bármit teszek, azt önökért is teszem. Mert aki egyszer itt volt, és aki egyszer ezeket az embereket megszerette, és azok az emberek, akik az én szívemet itt megérintették, azokért én bárhol is vagyok, felelősséggel tartozok. És azt gondolom, hogy ettől kezdve meg kell gondolnom, hogy hogy viselkedek, hogyan beszélek, mit mondok, mert bárhol, bármilyen hír vagy információ megjelenik rólam, akkor azt a családtagjaim olvassák, és tudni fogják, és nekem mindig tudni kell, hát emelt fővel megjelenni önök előtt. Úgyhogy ez egy nagy kihívás.
Hát ezek a gondolatok és érzések vannak bennem. Nagyon érdekes, mikor Imi ide jött. Nyilván ennek az előzményeiről nem illik beszélni, hogy merre, hogyan jártunk, hogy ő is akarta, meg én is, hogy ide jöjjön. De egyszerre lett Kisteleknek új rendőrkapitánya és új plébánosa. Soha nem felejtem el, január eleje volt talán, és kint volt azóta elhunyt Lukács dandártábornok a rendőrség részéről, meg itt volt Püspök atya, mint Iminek az atya, és egyszerre jött a településre rendőrkapitány, meg egy plébános. És szokták mondani, hogy ha a plébános, a rendőrkapitány, meg a polgármester viszonylag megérti egymást, abból még akármilyen jó is kisülhet. És a kezdet már nagyon jó volt, hiszen jó emberek jöttek hozzánk, és milyen érdekes a sors fintora, az akkori rendőrkapitány, Szabó Zsolti, az Hódmezővásárhely rendőrkapitány. Milyen érdekes, hogy Antal Imre plébános, nem tudom, hogy találta ki, elment utána. Úgyhogy érdekes dolog ez, de azt gondolom, aki itt van, mindenki érzi azt, hogy azért jó érzés, hogy ilyen időszak áll mögöttünk. Szerintem jó érzés, hogy Imi, az egyszerű székely fiú, bocsánat, hogy ezt mondom, azért itt a szüleitől távol egy másik otthonra lelt. És annyi jó dolgot tudnék felsorolni. Milyen szép dolog, hogy bérmálkozás után rábírtam a feleségemet, hogy csináljunk egy kis bárányt a kemencébe, és szokássá vált, hogy Püspök atyával veled, már Brandon is volt, ott egy kicsit fehér asztal mellett másként találkozzunk. Volt a találkozásainknak egy sokszor nem hivatalos része, egy másfajta dolog. És tudom, hogy nem illik ilyet elmondani, bizony mi azért sokszor megittünk egy-egy pálinkát is. És ez nem kimondottan a papra jellemző. Nem kimondottan a polgármester és papra jellemző kapcsolat. És hát ebből alakult ki egy érdekes barátság. És ezért nehéz egy nagyon kicsit azt elfogadni, hogy lehet barátja az embernek távolabb is, de az kopik. Az nem olyan. De ugyanakkor megnyugtató, hogy felelősséget érzi a kisteleki emberek iránt, imádkozol érettünk, ha kell, gondolsz ránk szeretettel, és az is megnyugtató, hogy úgy mész innen el, hogy magasra raktuk a lécet. Talán így van. Ugye? Magasra lett rakva a léc mindenképpen, mert egyrészt rengeteg feladatot adtak nekem az elmúlt évek során, és tényleg nagyon sok kapcsolat, barátság alakult ki, és én is igyekeztem mindenkivel megtalálni a közös hangot. Nem az a típusú ember voltam, vagyok, aki azt keresi, hogy mibe lehet belekötni, miért lehet valakit elutasítani, hanem igyekeztem nyitott lenni, befogadó lenni, probléma megoldó lenni, és nem akadályokat gördíteni az embereknek az útjába. És valóban, valószínű ebből kifolyólag is az emberek nyitottá váltak felém, mertek közeledni hozzám, fölhívni telefonon, és hát elhalmoztak rengeteg feladattal és munkával, ami megmondom őszintén, hogy a 8 település hát vonatkozásában nem volt
könnyű feladat, mert ha például egy szombati napomat úgy valaki megmutatott volna este, hogy milyen köröket tettem meg, és mikor, merre jártam oda-vissza, akkor én magam is meglepődtem volna rajta. De ez egy idő után úgy természetessé vált, hogy ez a dolgom, megyek, csinálom, stb. És tényleg jó volt időközönként megállni egy-egy vacsorára, vagy ebédre, és oly sok helyre meghívtak önök engem is, meg a munkatársaimat is, ahol tényleg kikapcsolódhattunk, és ahogy polgármester úr is mondotta, megihattunk egy-egy jó pohár pálinkát, vagy bort, ami hozzátartozik az élethez. Ugye egyébként nem tudom, tudják-e, magyar tudósok megállapították, hogy napi egy pohár pálinka nem csak egészséges, hanem kevés is. És ezt szerencsére a kisteleki emberek tudták, mert soha nem egyel kínáltak, hanem sokkal többel, és tényleg ez is egy lehetőség volt arra, hogy megnyíljunk egymás előtt, és jókat beszélgessünk. És én tényleg büszke vagyok arra, hogy nem csak a templom volt az én terepem és területem, hanem minden olyan rendezvény, bárki is szervezte azt, ahová meghívtak, örömmel mentem, és bárhol szívesen találkoztam az emberekkel, és ez rengeteg erőt és energiát adott nekem, hiszen a papot ez élteti, hogy az emberek között van, és most Vásárhelyen is ezt próbálom tenni, ha bár az egy nagyobb város, kicsit személytelennek tűnik, de azért majd rájönnek az emberek, hogy miről van szó, mert mindenkinek köszönök az utcán, megyek gyalog, jön szembe, akkor köszönöm, jó napot kívánok. Nézz egy nagyot, azt visszaköszön. Ki az az ember? Hát majd megtudja. Ugye? De hogy mondjam, most kisváros vagy nagyváros, bármi, hát elindul valami, egyelőre még ismerkedek, próbálok városi életformát fölvenni, ez nagyon nehéz, ugye falusi ember vagyok, és itt is, ugye Kistelek is város, de egyébként nagyon könnyen átlátható, tehát Vásárhely az egy nagyobbacska város. Múlt a két templom között kocsival 2,5 perc, a múltkor 20 perc alatt sikerült hazaérnem. Úgy elzavaró, úgy eltévedtem, össze-vissza mászkáltam, egyszer csak láttam, hogy a város végét jelző tábla, na mondom, jó van akkor. De most már 2 hét alatt eljutottam odáig, hogy a két templom között nem kell GPS. Ugye? Legalább. Ugye? De ha mit tudom, én elindulok Szegedre, akkor azért csak benyomom, hogy biztos legyen a dolog. Ugye? Már a tramtrént is kipróbáltam, ugye Szegedre bementem vele, meg vissza, egyébként nagyon jó. Ha az ember nem siet, akkor jó, ha siet, akkor jobb, ha autóval megy, de igyekszem a várost föltérképezni, az embereket, hogy mondjam, megismerni, kedves lenni velük, bárhol találkozok velük, megszólítani őket, gyerekeket, mindenkit, és azt veszem észre, hogy ők is nyitottak erre, úgyhogy tehát a jó szóra, kedvességre, figyelmességre, mindenki vevő, és szerintem nekünk papoknak ez a dolgunk, nem az, hogy kérdezzük, hogy hiszel, nem hiszel, mi a véleményed az Istenről, meg az egyházról. Szép dolgok, de na, tehát nekünk az a dolgunk, hogy bárhol járunk, bárhol megfordulunk, mikor itt a búcsúmisén is mondtam, hogyha bementem a házi orvosomhoz, rögtön felkapták a fejüket az ott ülők, már mosolyogtak, én is visszarájuk. Akkor már egy pillanatra mindenki elfelejtette, hogy mi a baja, ugye pár szót váltottunk, és ez egy nagyon jó dolog volt, hogy bárhol az ember pillantást vet a másikra, és ezt szeretném, és ezt itt tanultam. Ezt tényleg itt tanultam, mert mielőtt ide jöttem volna, ugye
Azt önök biztos tudják, hogy én egy évig itt voltam segédlelkész, 2009. augusztus 1-től 2010. augusztus 16-áig. Erről az egy évről annyit szeretnék elmondani önöknek, hogy Kisteleken itt engem akkor a kutya se ismert. Én a kistelekiek számára akkor váltam ismerté, amikor ópusztaszerre kerültem. Mert kiderült, hogy na, ópusztaszeren van egy fiatal pap, és akkor tömegesleg elkezdtek kijönni oda kereszteltetni, meg házasságot kötni, meg mindent. Ugye? És akkor is szépen kezdtem ismerté válni, utána a polgármester úr ugye számba vett engem, és meghívott mindenféle városi rendezvényre, különböző találkozókra, és akkor is szépen lassan alakult ki annak a lehetőség, hogy amikor eljön annak az ideje, akkor ide jöjjek Kistelekre, és akkor ez 2000... Bocsánat, azért ez nem kevés pálinkámba kerül. Nem tudom, ezt te tudod. Az 2017. január 2-a volt, és január 8-án volt a beiktatás, és az tényleg egy gyönyörű szép ünnepség volt. Tehát ott azt éltem meg, hogy a város népe várja a papját, az embert, akit már ismernek, de még nem az övék, és ez a várakozás volt bennük, és a templom zsúfolásig tele volt annak ellenére, hogy mínusz 20 fok volt kint. És most, amikor mentem el, ugye, akkor plusz 36 fok volt. És akkor erre mondtam azt, hogy több mint 50 fokot melegedett az idő az elmúlt 7 év alatt, itt Kisteleken, de remélem, hogy itt bent is. Ugye? És akkor ez a lényeg. Ez a lényeg. És ha ez tényleg így van, akkor azt hiszem, hogy nem volt hiába való az itt töltött idő. Imiről egy nagyon érdekes történetet szeretnék elmesélni, és bocsásson meg bárki, hogyha az ő nézetével ez ellentétes, de Imi alapjában egy jobboldali beállítottságú ember, az erdélyi emberek talán még nagyobb tisztelettel vannak jelenlegi miniszterelnökünk iránt. Nem megbánta senkit. És nemrég lehettünk a Farkas Sándor országgyűlés képviselő 70 éves születésnapjára, meghívták Imit is, meg engem is. És hát ott meg voltak hívva még mindenféle ilyen miniszter, ilyen államtitkár, de tudomásunk volt róla, hogy meghívta a Farkas Sanyi miniszterelnök urat is. És Imi mondja nekem, hogy nem tudod, jön-e az Orbán miniszterelnök? Mondom, nem tudom, azt mondja. Hát, megvallom őszintén, úgy messzebbről többször találkoztam vele, de már úgy szeretnék vele így szemtől szembe kezet fogni. Nem telt el 10 perc, én pont az ajtóban voltam, Csongrád mellett volt ez a rendezvény, belépett az Orbán a feleségével. Nem titok, én ismerem őt, ő ismer engem. Azonnal megszólított, szervusz Sándor, jó helyen vagyok? Igen. Mondom, gyere, elkísérlek a helyedre, ott van a Farkas, és megyek. És tudják, ki mellé ültették a Orbánt. Mondta Imre plébános mellé. És aranyos volt a sztori, mert Imi ott ülté, beszélgetett nagy lendülettel, még tán ittak is valamit, és megjelenik az Orbán, és ment Farkashoz, majd odaült Imi mellé, és Imivel is azonnal kezet fogott. De nem ez a lényeg, hanem a fiatal pap azt gondolná az ember, illet volna meg illetődni. Úgy egy picit úgy csendesedni. Ehhez képest kinyílt, és olyat beszélgetett a miniszterelnökkel, majd utána mondta nekem, miniszterelnökünk, hogy Sándor, jó papotok van. És azért ez egy adottság. Egy adottság, hogy fiatal létemre van egy olyan nézetem a világról, a körülöttem lévő dolgokról, hogy azt fölvállalom, őszinte tudok lenni, és legyen az bárki, ott megállom a helyen.
Emlékszel erre a történetre? Emlékszem erre a történetre, és csak annyit fűznék hozzá hirtelen, hogy nem tudom, hogy nekem volt-e megtisztelő, hogy a miniszterelnök mellém ült, vagy neki volt megtisztelő, hogy mellettem ülhetett. Ez nézőpont kérdése, ez csak ő tudja, valóban így volt, hogy sok felé láttam már a miniszterelnök urat, Ópusztaszeren is járt egy időben, meg más helyeken is, de így a közvetlen közelébe soha nem kerültem, és tényleg volt bennem egy olyan, hogy így szívesen kezet fognék vele. Mielőtt nyilván itt Kisteleken annyira nem jelentős kérdések ezek, de mivel itt most a tévé is felveszi, ugye, és hát lehet, hogy majd imittamot megnézik. Ugye a vásárhelyi helyzetet tekintve ott valóban egy nagyon bonyolult, hát ilyen közéleti vagy politikai feszültség van. Éppen ezért az az elvem, hogy én se egyik párti, se másik párti nem vagyok, egy pap emberpárti legyen. Így van. Tehát egy papnak az a feladata, hogy emberpárti legyen. És nyilván mindemellett természetes az, hogy mindenkivel képes vagyok együttműködni, aki a közösségnek és a városnak a javát tartja szem előtt. Azt szoktam mondani, hogy minden politika, de a politika nem minden. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Minden politika, de a politika nem minden. Ez az egyik. A másik, hogy szokták mondani, hogy az egyház és a pap az ne politizáljon. Erre azt tudom válaszolni, hogy az a kérdés, hogy mit tekintünk politikának. Ugye, hogyha a politika különböző pártok egymás elleni acsarkodását jelenti, akkor valóban a papnak meg az egyháznak semmi köze hozzá. Mert ehhez nem asszisztálunk. Ugye? Tehát az egyház, a pap az nem kelthet gyűlöletet, nem szíthat feszültséget, stb. Tehát ilyen értelemben valóban távol kell tartani magunkat tőle. Ha viszont a politika a felebaráti szeretet gyakorlásának az egyik legmagasabb rendű formája, akkor nem csak jogom, hanem kötelességem is politizálni. Tehát értik? A felebaráti szeretet gyakorlásának a legmagasabb rendű formája. Akkor ki tilthatja meg nekem azt, hogy a felebaráti szeretetet gyakoroljam? Mert pontosan az a célja a politikának, a közjó szolgálata, az emberek szolgálata, az emberek segítése, stb. A társadalmi jólét, előmozdítása, stb. Ez a feladata a politikának. Ilyen értelemben nekem nem ez a feladatom? Papként ez a feladatom. Ezért van minden politika, de a politika nem minden. Tehát politizálni kell, de a legfontosabb az, hogy az embereket szolgáljuk, az embereket segítsük. Nyilvánvaló, a pártpolitizálás az egy másik dolog, tehát ahhoz valóban semmi köze ne legyen a papnak. Ezt csak azért mondtam el, hogy az, hogy volt bennem egy vágy, hogy Orbán miniszterelnökkel találkozzak, ez tényleg volt, mert nagyra becsülöm azt, amit... Jó, de azért amit, van képessége, 10 amit, perc előtte kérte ezt tőlem, vagy mondta ezt nekem. Igen, hát órával. Azt mondtam, valamit hogy... tud, tehát... Mi? Igen, igen. Na, jó volt, és igen. És így egyébként, igen. Ha már szolgálat meg, azért annyi embert összeadtál, keresztelők voltak. Volt olyan, amelyik egyébként valamiért úgy nagyon emlékszel? Hát sok szép esküvő volt, meg sok szép keresztelő is volt. Konkrétan most kiemelni, nyilván voltak olyanok, akiket közelebbről ismertem. Ugye itt ül előttem a jegyzőasszony, meg Sanyi. Ugye, hát őket úgy... közelebbről is ismertem, baráti viszony volt és van közöttünk, ez ugye másabb. Tehát az ember másképp van jelen egy olyan esküvőn, ahol
ahol ismeri őket, hát úgy szintén, ugye, tehát mint amikor csak mondjuk az az egy-két találkozás volt esküvőle, de ez mindenre vonatkozik, temetésre is, tehát ezt minden bizonnyal látták, hogy mondjuk egy temetésen teljesen másképp vagyok jelent, mint mikor egy szorosabb kapcsolat van a gyászoló családdal, mint amikor csak mondjuk így felszínesen, vagy nem is nagyon ismertük egymást. Tehát ez meghatározó egy pap életében, hogy mennyire áll hozzá, milyen a kapcsolata azzal az ifjú párral, vagy keresztelendő gyereknek a szüleivel, vagy épp az elhunytnak a rokonságával. Az biztos sokszor látták, hogy voltak olyan temetések, ahol én magam is megérintődtem, és hát nagyon nehezen tudtam mondani a mondókámat. Tehát ami nagyon meg tud engem érinteni, az amikor tényleg fiatal életeket kell eltemetnem, tehát az nagyon, tehát egyrészt még én is nagyon fiatal vagyok, és amikor tényleg itt a térségben nagyon fiatalokat temettem el, akkor az nagyon-nagyon meg tudott érinteni. Voltam fiatal haldoklóknak az ágyánál, voltam olyannál, aki ő maga kért föl arra, hogy 2 nap múlva halott leszek, és arra kér, hogy én temessem őt el. Volt olyan, aki meggyógyulni akart, és az volt benne, hogy hónap után talpra áll, és minden rendben lesz, és csodáltam a hozzáállását, miközben tudtam, hogy 2 nap múlva halott lesz. És hát sajnos így is volt. Tehát ezek azért nagyon komoly dolgok, de ugyanakkor az is meg tud érinteni, függetlenül attól, hogy most fiatalt vagy éppen 100 évest temetünk, amikor látom azt, hogy a hozzátartozók, a családtagok, azok kimerik fejezni az érzéseiket és az érzelmeiket a koporsó mellett. És egy olyan világban, ahol ezeket próbáljuk palástolni, eltakarni, mert szégyeljük az érzéseket, az előbb-utóbb egy ilyen érzelemmentes, egy ilyen közömbös világhoz vezet. Sok olyan temetésen voltam, ahol az elhunytnak a fia, tehát férfi, az ott zokogott, és ez engem megérint. Tehát amikor egy férfi sír, akár örömében, akár bánatában, az engem nagyon megérint, mert ismétlem, ez nem a gyengeség jele. Biztos, hogy mondtam már, hogy amikor pappá szenteltek, akkor ugye van egy úgynevezett ünnepség, ami olyan a papnak, mint az ifjú párnak a lakodalom, a házasságkötés. Hogy elmennek a templomba, megtörténik a házasságkötés, utána meg van egy lakodalom. Na, majdnem határeset, de igen. Tekintő, így van. Azt szokták mondani a rossz nyelvek, hogy az ilyen paplagzin is ott van az asszony, csak 3-4 székkel távolabb ül. De ez csak ilyen vicc. A lényeg, hogy volt ez az ünnepség az én életemben, papszentelésem után, és ennek van egy nagyon érzelmes része, ami arról szól, hogy ugye a nép az a szülői házhoz jön, oda jön a falu plébánosa is, és akkor a papot, a fiatal papot, ugye a szülei megáldják. Akkor van egy erre írt szöveg, ami tényleg nagyon-nagyon érzelmes, tehát az sírás nélkül nem lehet kibírni. Ugye se a fiatal papnak, se a szüleinek. És akkor ez így is történt, hogy vasárnap reggel, ugye felkeltünk otthon, meg készültünk, én is bókláztam fel alá a házba, mert már teljesen izgalom, meg minden, ugye, de hát a szüleim úgy szintén. Akkor egyszer nézem apukámat, hogy kóvályog, udvaron fel alá mászkál, de mint egy ilyen irányított robot. Így. Hát ez soha nem ment így, mi baja van. Oda megyek, azt mondom neki, hogy mi van? Rosszul vagy mi van? Azt mondja, anyád beadott 2 nyugtatót. Azt mondja, azt se tudom, hogy mi van. Tehát, hogy
ezt akarom mondani, hogy csak azért, hogy ne az érzelmeinket elfojtsuk, ugye, fogjuk magunkat, azt benyugtatózzuk magunkat, hogy ott a koporsó mellett mi nehogy sírjunk, mert hogy néz ki az, hogy mi sírunk. Az a baj, ezt a szakemberek tudják, akik a lélek területén foglalkoznak, hogy ott elfojthatom, de ez valahol ki fog jönni. Ez valahol ki fog jönni. Ez pontosan olyan, mint mikor a vizet, ugye, elkezdem föl, hogy mondjam, oda rakom a dolgokat, hogy ne jöjjön. Igen, hanem csak egy idő után fölgyülemlik, áttöri, és akkor mindent visz. Ugye? Hát ilyenek az érzelmek is. Ugye a mai ember hajlamos arra, hogy ezeket az érzéseket, miért nem lehet megsiratni apámat vagy anyámat? Hát ne vicceljünk már. Hát múltkor felhív valaki, hogy elpusztult a kiskutya, és hogy a gyereke ott zokog. Hát egy kiskutyát megsiratunk, sírassuk már meg egymást is, nem? Tehát, hogy ezek engem meg tudtak érinteni egy-egy temetésnél, ahol láttam azt, hogy azt a mamát, azt a tatát, azt a családtagot elsiratjuk, megsiratjuk, mert hozzánk tartozott. Szeretné valaki esetleg valamit kérdezni Imitől? Soha vissza nem térő alkalom. Szidike kérdezi, mikor jön vissza? Visszajöttem, jelentem. Igen, örülök a kérdésnek, mert ez tényleg azt jelenti, hogy a személyem iránt, meg a szolgálatom iránt érdeklődnek. Sokkal jobb úgy elmenni valahonnan, hogy az ember hiányzik, mint úgy, hogyha azt mondják, hogy na hála Istennek. Ugye? Tehát ez egy jó érzés. Ugyanakkor szintén jó elmenni onnan, ahonnan az embert, ha nehéz szívvel is, de el tudják engedni. Tehát a szeretethez hozzátartozik az elengedésnek a képessége. Képzeljük el azt a lányt, aki férjhez akar menni, de a szülei foggal, körömmel fogják vissza. Soha nem lesz boldog. Soha. Ugye? Tehát ez is ilyen. És én azért tényleg, tehát ez egy nagyszerű dolog, hogy önök úgy szeretnek engem, hogy el tudtak engedni. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy nem történt semmiféle reklamálás, aláírásgyűjtés, stb. Úgyse változott volna semmi. És hogy önök megtiszteltek engem azzal, hogy mondjam, ettől megkímélték az idegrendszeremet. És ez egy jó dolog. Ezzel nem azt fejezik ki, hogy nem szeretnek, hanem pontosan azt, hogy annyira szeretnek, hogy szabadon tudnak engedni. És ezt köszönöm, ezt elmondtam vásárhelyen is. Hogy nyugodjon meg mindenki, teljesen nyitottan és szabadon jöttem ide, mert az eddigi közösségem engem elengedett. És ez nekem az ottani életemet meghatározza. Mert nem úgy vagyok ott, hogy itt mindenki görcsele miatt, ugye, és ha valaki görcsöl én miattam, az nekem se jó. Az nekem se jó, ugye? Tehát ez tényleg egy jó dolog, és ezt köszönöm önöknek, hogy ha nehéz szívvel is, meg fájó szívvel is, hát az elköszönés ilyen. De aminek örülök, hogy 30 perc alatt itt vagyok. Jó? És tényleg nem ígérem azt, hogy én itt minden nap megfordulok, mert van egy jó utódom, a Brandon atya, és örülök, hogy ő lett az utódom, mert 3 évig mellettem volt, és tényleg ismeri a várost, ismeri a településeket, a közösségeket, nem kell betanulnia, így az én dolgom is egy picit könnyebb volt, mert nem egy olyan embernek kellett itt elmagyaráznom a dolgokat, aki soha az életében nem járt itt, hanem egyszerűen azt mondtam, hogy jössz, én megyek,
te meg itt vagy, és folytatod azt, amit eddig ketten csináltunk. És ez egy nagyon jó dolog. Másrészt örülök annak, hogy ha tényleg bármikor jövök, akkor szeretettel fogad, stb. Tehát általában a papok nem szoktak jó szemmel nézni azt, hogyha itt mászkálunk vissza egymásnak a területére, de tudom, hogy Brandon atya ezzel nem foglalkozik. Ugyanis ő is, amíg ugye hazament Nigériába, aztán visszatért, Szegeden volt beosztása, de bármikor jöhetett Kistelekre. Jött is, volt kódja, be tudott jönni, folyosón elrikkantotta magát, szervusz főnök úr, jöttem, jó, de jó, gyere, leülünk, iszunk egy kávét, és ez a természetes. Ez a természetes. Most volt van olyan, hogy ott a kerületben felhívtam egy papot, mondom, figyelj, mert elmennék meglátogatnálak. Hát ide ne gyere. Hát ne haragudj. És még őszinte is volt. Ne haragudj. Na, tehát, hogy ilyen értelemben nagyon örülök, hogy tényleg bármikor jöhetek, nyilván szólok is neki, nem fog megsértődni, ugye, hogyha ide jövök. De nem azért jövök, hogy én itt ezt el is határoztam, és mondom is most is, hogy egy városnak van egy plébánosa, a szolgálatát ugyanúgy igényeljék, mint az én szolgálatomat, ő nem olyan, mint én nem olyan vagyok, mint ő, de nyitott, kedves, figyelmes, értelmes ember ő is, meg a segédlelkész is, és tényleg, tehát nem szeretném abba a kellemetlen helyzetbe hozni se őt, se önöket, se magamat, hogy ilyen különböző kérésekre ide visszajárok. Tehát nem szeretnék visszajönni, se keresztelni, se esketni, se temetni, se semmit. De azért van egy városnak plébánosa, hogy őt vegyék igénybe. Jó? Hát legalábbis egy évig biztos, hogy nem. Senkinek. Hát ezt jó elmondta, nem? Jó? De ez a tisztelet, ez a becsület ő irányába. Na, ha ezt egy embernek megcsinálom, akkor tehát következetesnek kell lenni. És ez nem azért van, mert nem szeretem önöket. Pont azért van, mert szeretem önöket, de őt is. És ha tudok, akkor visszajövök különböző meghívásokra. Tényleg disznótoros, meg egyéb bármilyen családi meghívásra, de arra kérem önöket, hogy amire engem meghívnak, arra hívják meg őket is. Jó? De ilyen kukoricakapálás, vagy bármi az is? Akár arra is. Parancsoljatok. Esetleg valaki. Lehet bármit, rosszat is kérdezhetnek. Ugye, te vasárnap reggel a 8 órási mise után az egyik bácsitól megkaptam az első súlyos kritikát. Vásárhelyen? Vásárhelyen, úgy van. Megmondta plébános úr, ennek a plébános váltásnak van egy nagyon rossz oldala. Hát mondom, mondja. Azt mondja, hogy amióta maga itt van, azóta vasárnap reggel a templom körül nem lehet parkolót találni. Mondtam neki, hogy ennél nagyobb baja ne legyen, de ezt már csak előre mered a szintet vissza, hogy... Ja. Egyébként tényleg szépen járnak ott templomba az emberek, de hát nagy város. Nagy város. Hatalmas város. Tehát mondjuk egy Kistelekhez viszonyítva nem járnak többen, sőt, kevesebben. Tehát vasárnap azért tele vannak a templomok, de hétköznap járnak olyan 30-40-en. Az azért jónak tűnik, de arányaiban igazából nincsen számottevő dolog. Ugye polgármester úr itt említette, hogy nagyobb hely, meg nagy hely, meg stb. Tehát ezt már mondtam itt is, és vásárhelyen is megmondtam, és akinek füle van a hallásra, hallja meg, azt szoktam mondani, hogy egy közösségnek a nagyságát nem a település lakóinak a létszáma adja. Lehet valahol nagy létszámú település, de attól még kis település. Ne. Tehát egy településnek a nagyságát az adja, hogy az ott élő emberek
kölcsönösen tisztelik, és szeretik, és segítik egymást. Ez a nagy település. Lehet valahol 44 ezer ember, de utálják egymást, akkor az egy szerencsétlen település. Ugye, sokan vannak, sokan utálják egymást. Ugye? Tehát az a nagy hely, ahol az emberek tisztelik, becsülik, és szeretik egymást. És ezért el kell mondanom, hogy eddig a legnagyobb hely, ahol én voltam, az Kistelek, meg a környéke. És remélem, hogy ezt elmondhatom egyszer majd Vásárhelyről is. Tegnap voltam a Városháza tornyába, és ott szétnéztem a városba, és azt láttam, hogy nagyon sok templom van a városba, rengeteg templom, torony, tényleg 7 órakor itt harangoznak, 8-kor ott, 9-kor amott, folyamatosan csak harangoznak. De a lényeg, hogy eszembe jutott a történet, hogy egy olasz kisvárosba megérkezik egy turista, és látja, hogy van vagy 7-8 templom torony. És akkor oda megy az egyik bácsikához, azt mondja, hogy hát, bácsi, azt mondja, itt ennyi templomot építettek, meg ennyi szép templomtorony, azt mondja, hogy az emberek nagyon szerethetik a Jóistent. Ezt mire az öreg? Ugye a Jóistent nagyon szeretik, de egymást nem. Yeah. Tehát egymást kell szeretni. Parancsoljatok esetleg valami, vagy álljunk föl, és van hátunk mögött ott egy kis rétes, egy kis víz, mert gondolom, mi könnyű, mert kaptunk egy-egy üvegvizet, és itt kortyolgatjuk, de... Kérdezzenek valamit. Kérdezzetek nyugodtan, kérdezzenek. Na, kisasszony, óvis leszel még? Igen? Jól van. Majd egyszer bemegyek oda is, mert nem sikerült elköszönni az óvodásaimtól. Ugye 15 évig, illetve 14 évig morfondíroztam azon, hogy jó lenne óvodába tanítani. Ugye a kicsik között. De nem mertem bevállalni. Nem mertem bevállalni, mert hát kicsit féltem. Hogy azért óviba, meg kicsik, meg meg fogják-e érteni, meg hogy tudom úgy elmondani, meg stb. Tehát az azért komoly dolog. Aztán a tavalyi évben, tanévben bevállaltam 5 óvodát. Kisteleken a 2-t, Ópusztaszeren, Tömörkénybe, meg Csanyteleken. És csodás volt. Gyönyörű. Tényleg. Nyitottak, kedvesek, figyelmesek. Őszinték. És azért nehéz a gyerekekkel, a kicsikkel, az ovisokkal, mert ott nem lehet mellé beszélni. Amit mondasz, azt megjegyzi. Tehát nyolcadikosnak lehet rizsázni, össze-vissza dumálni, nem ott jár az esze. A kicsinek, amit mondasz, azt megjegyzi. Hazamegy, és az anyjának elmondja. Ugye? És ezekhez ez, ott nem lehet mellé beszélni, és tényleg ezért nehéz. De jól kijöttünk, a buliznak. Jól kijöttünk egymással, igaz? Na jó van. Szép volt, tényleg. Szép volt. És ezért nehéz a kicsikkel. Az a helyzet, hogy visszatérve, hogy melyik szertartás, meg stb. Nyilván én nem akarok egy szülőnek se a fejével gondolkozni. De... azt sokszor tapasztaltam, hogy egy búcsúztatóba felsoroltam 18 unokát, és egy se volt ott. Egy se. Akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy miért. Ugye azért, mert hát akkor ugye ott történik egy dolog, és akkor mit mondok neki? Mert meg fogja kérdezni, mikor hazamegyünk, hogy anya, miért raktuk oda? Ugye? És akkor erre vagy tudjuk a választ, vagy nem. Ugye? Tehát egy embernek tudni kell azt is kimondani, hogy nem tudom. Miért nehéz az a gyereknek azt mondani, figyelj, nem tudom, simogasd meg a haját, az gyere, együnk meg egy fagyit. És kész. Nem kell mindenre választ adni, amit kérdez. Én sem tudok mindent. Azt szokták mondani, hogy aki mindenre választ tud adni, az gazember.
Nem lehet mindenre választ adni. Tudni kell kimondani azt, hogy figyelj, drágám, nem tudom, de olyan jól áll a hajad, ugye? És el kell terelni a figyelmet, és kész. És ez sokkal többre megy, mint az, hogy ma ott volt a mama, akit szeretett, és holnap már nincs ott, és azt se tudja, hogy hol van. Ez sokkal többet rombol benne, mert egyszer csak elvitték, de hova? Meg látja. Ez van. Mikor fogja megtanulni? Mikor fogja megtanulni? Hogy ezt iskolában nem tanítják, meg erről nem beszél senki. Tehát, hogy ez ne legyen tabu téma, hogy odaáll, és megsiratjuk együtt. És ha a gyerek látja, hogy az anya sír, akkor ő is fog bőgni. És hadd bőgjön. Az a dolga. Ugye? És amikor hazamennek, akkor nyilván meg fogja kérdezni, hogy miért. Azért, mert ez a szokás. Ennyi, nem kell ennél többet mondani. Ez a szokás. Kész. És akkor megnyugszik. Ugye? De az, hogy elvisszük, valahova elraktuk, azt se tudja hova, mi van vele, stb. De nyilván mindenki másképp gondolkodik erről, de ez sokszor furcsa volt nekem, hogy felsorolok nem tudom én hány unokát, és egy sincs ott. Hol vannak? Hát el kell, tudni kell az élettől megválni, elköszönni, stb. És ez így, ez egy folyamat, tehát ezt az ember így tanulja meg, így jut előre. És most kicsi, most meg fogja érteni. Ugye, de az segíti őt majd abban, hogy szépen, fokozatosan alakuljanak a dolgok, és mikor az, annak az ideje jön el, hogy neki kell eltemetnie a saját édesanyját, édesapját, akkor már valamit tud. Nehéz dolog, de ott már van egy dolog. Milyen jó így egy picit elbeszélgetni, és amikor Imi most beszélt, azt fogalmazódik meg bennem, ha nem is hívjuk meg keresztelőre, nem is hívjuk meg valamiféle nagyobb eseményre, de lehet, hogy Brandonnal egy péntek este, vagy amikor ráér, elhívjuk kistelekre beszélgetni. Az belefér. Azt várom, hogy vásárhelyen kihív meg egy vacsorára. És még hogy mire? Ja. Egyelőre még nem iparkodnak, de... Majd belejönnek. Majd belejönnek. Hát azért nehogy azt gondolják, hogy csak nekem nehéz, ez nekik is nehéz. Persze, hát nekik is meg kell szokni egy új arcot, egy új embert, de egyelőre lelkesek, nagyon, tényleg, jó, kedvesek, jó fejek, nagyon. Tessék. Beszéljük, hogy a szolgálat. Igen? Hogy amikor megkaptad az áthelyezést, mi volt az első gondolatod? Egy szombat délután történt a püspök úrnak a hívása. Ott álltam, mert volt itt egy ballagási ünnepség, megittam egy pohár pálinkát, ilyen kilépőt, utána elmentem haza, és akkor csörgött a telefonom, és láttam, hogy a püspök úr hív szombat délután. Ja, szokott ő hívni sokfajta időpontba, de mondja nekem, hogy akkor vásárhely. Tudom, jó. De ennek azért volt előzménye, mert pár héttel előtte voltunk Erdélybe vele, ketten, és útközben ezt megemlítette nekem, hogy egyszer majd ott lenne egy váltás, és akkor engem gondolt oda, de hogy ez ebben az évben még nem lesz. Ez volt. Tehát én meg teljes nyugalommal voltam, hogy van még egy évem, szuper, ugye. Na és akkor, tehát ilyen értelemben meglepetésként ért a dolog, hogy ilyen gyorsan el tudta ezt intézni, ugyanis ezt azért tudta így elintézni, mert az ottani plébános elkérte magát onnan. Ugye van egy ilyen szabály nálunk, ez egy ilyen, eddig ilyen belső titok volt, de most már nyílt titok, ugye minden év márciusában kapunk egy e-mailt, és abba az e-mailbe azt írja, hogy aki nyáron szeretne áthelyezést kérni, az eddig és eddig az időpontig jelezze. És akkor ugye ez ott húsvét utánig jelezni kell, és akkor a püspök úrnak van ideje augusztusig arra, hogy ezeket megnézze, ki akar menni, ki nem, stb. És akkor ez hogy lehet
alakítani. Na most ez az atya nem jelezte addig az időpontig, ugye, hanem lehet, hogy később gondolta meg magát, és akkor jelezte. Akkor meg a püspök úr egyből hívott engem, hogy amit akkor ott mondtam, az nem jövőbe, hanem most. Ugye? Hát erre én meg azt mondtam, hogy oké, hát ugye. Tehát nekem van egy elvem, ez az, hogy az elöljárómnak soha nem fogok nemet mondani. Soha. Tehát még akkor sem, hogyha azt érzem, hogy a feladatra alkalmatlan vagyok. Azt mondom, hogy próbáljuk meg, induljunk neki, tegyük oda magunkat, próbáljuk meg. És ha nem megy, akkor oda megyek, és azt mondom, hogy nézd, elmentem, megpróbáltam, de nem megy. Nehéz, nem bírom, ezért és ezért, stb. És akkor ő attól kezdve majd rendelkezik rólam. De nem fogom neki azt mondani, hogy én ezt nem csinálom, nem akarom, stb. Ugye, ha ő valamit eldöntött, akkor azt úgyis véghez fogja vinni, és én azt gondolom, hogy egy papnak tudni kell érkezni is, de tudni kell távozni is. Szerintem Kisoszi arra is kíváncsi, mikor bementi, magad voltál, telefon után nagyon picit elgondolkodtál. Nem azt kérdezem, hogy megkönnyeztem. Akkor nem. Volt-e olyan pillanatod? Akkor nem könnyeztem meg, de volt, igen. Igen. Tehát egy rá pár napra este lefeküdtem, és akkor egy fél órát bőgtem. Ugye? Mert hát ilyenkor feljönnek az élmények, emberek, arcok, kivel, hol, mikor, hol találkoztam, de nem csak ez, hanem útvonalak. És képzeljék el, hogy egy ember 15 éven át ugyanazokat az útvonalakat használja. Téde, oda, amoda. És máról hónapra vége. Ugye? Tehát ezek a dolgok így jöttek fel bennem, és akkor ríttam egyet, elaludtam, reggel felkeltem, másnap este úgy szintén. Tehát ez ilyen, tehát ezeket, hogy mondjam, hát szerintem annak van értéke az életben, amit meg is tudunk siratni. Így. Tudni kell dolgokat megsiratni, és ami értékes, ami fontos, és attól meg kell válni, ugye, azt meg tudjuk siratni. Amit könnyen el tudunk engedni, az... Tehát tanulni kell az elengedést, Én egy ideje már azért ezt magamban úgy forgatom, mert azzal tisztában voltam, hogy nem itt fogok megöregedni, ugye? És tényleg volt egy olyan időszakom, amikor azt mondtam, hogy ha elhelyeznek, akkor megbolondulok. De ez ilyen. Tehát ez így működik, hogy ez egy folyamat az ember életében, és egy papnak tudnia kell ezt magában kezelni, ugye? Hogy ugye valaki egyszer azt mondta az egyik pap, hogy ugye bemegy a fiatalember a papneveldébe, ott elkezd készülni a papságra, és akkor jönnek ezek a kérdések, hogy nőtlenség, és nem nősülünk, meg ilyenek. És akkor az emberben van egy ilyen, na én vagyok az a betyár gyerek, aki lemond a nőről, lemond a családalapításról, meg mindenről, és akkor, hát ez nagy dolog, nem? Ugye? Akkor ez a fajta büszkeség. Akkor bejött ez a pap, és azt mondta, hogy tisztelendő urak, egy dolgot jegyezzenek meg. Mondja, hogy már 20 éve pap vagyok. A papságban nem a nőtlenség vállalása a legnehezebb, hanem az engedelmesség vállalása. Amikor azt mondják, hogy máról hónapra oda kell menni. Ugye? Ez sokkal nehezebb annál, mint hogy nem nősülsz meg. Ugye? És ez így is van. Tehát sokkal több pap hagyta el a hivatását, ezért, mert egy helyre begyökerezte magát, és nem tudott onnan kilépni. De ugye kérdezhetnék, hogy ez miért van? De nagy kérdés mindenki. Miért van az, hogy ide küldenek egy papot, megszerettük, jaj de jó, szuper, és akkor egyszer csak fogják, hogy elviszik.
Hogy miért van ez? Ugye, mert hogy tényleg az lenne az életnek a rendje, hogy ide jöttem, és majd innen majd kivisznek a temetőbe, és akkor kész. Miénk volt, szerettük, jó volt, szép volt, stb. Ez olyan, mint egy nagy cég. Ugye van egy cégvezető. Ugye az egyház, ugye az ilyen értelemben egy nagy szervezet. Ugye? Ezek így fel vannak osztva. Ugye? Van a magyar egyház. A magyar egyházon belül vannak egyházmegyék. Az egyházmegyék azok ilyen területileg körülhatárolt részek. És van a mi egyházmegyénk, a Szegedi egyházmegye, ugye ez két megyét érint, vagy foglal magába, Csongrád-Csanád megyét, meg Békés megyét. Ugye, talán Jász-Nagykun-Szolnokból két vagy három település, Kunszentmárton, Túrkeve, meg Mezőtúr. Így van. Na most, ennek az egyházmegyének van egy vezetője, akit úgy neveznek, hogy püspök. És akkor az egyházmegye, az plébániákra van felosztva. Akkor vannak kisebb és vannak nagyobb plébániák, városok, falvak, stb. Ez is szépen fel van osztva. Most a püspöknek az a feladata, hogy ezeket a plébániákat rábízza egy-egy lelkipásztorra, hogy az ott élő embereknek legyen papja. Ez a püspöknek a feladata, felelőssége. Ilyen értelemben a papok a püspöknek a munkatársai, segítőtársai. A püspöknek fontos, hogy legyenek papjai. Na most tegyük fel, hogy ennek a nagy szervezetnek ugye a legmagasabb fokán a püspök áll. És ez így is van. Ugye, Magyarországon nincs olyan, hogy például az esztergomi érsek a szegedi püspöknek főnöke lenne, vagy feje, stb. Nem. Minden püspök a saját egyházmegyéjében önálló. A püspöknek a legközelebbi főnöke Rómában van a pápa. Tehát a püspöknek az a feladata, hogy az egyházmegyéjét ellássa papokkal. Na most, mint ahogy egy cégben is, a cégvezető, ugye, aki ott áll a magasba, és rálát a saját területére, ugye, látja, hogy van ott emberem, ott is, ott is, ott is, ott is, ott is, és mindenfelé, ugye. Viszont azt is látja, hogy ő már kicsit visszavett, mert már beleunt, kiégett, ezért van az, hogy évente lehet jelezni. Tehát sokféle lehet emberekkel foglalkozunk, akkor előfordulhat az, hogy valaki összeveszett mindenkivel. Nem tud kijönni a polgármesterrel, a munkatársaival, összeveszett, stb. Ugye, ő maradna magától, mert vannak ilyen emberek, akik jól együtt tudtak élni úgy, hogy az utcán el kell fordítani a fejét, meg én megbolondulnék az ilyentől. Ugye, úgy megyek az utcán, hogy jaj, jaj, jön szembe, jaj, hol kerüljem ki, meg stb. Tehát ez nem élet. Ugye, vannak ilyen papok, akik ezt kifejezetten élvezik. Ugye, senkivel nincs jóba, de mégis ő ott érzi jól magát. Jó. Okay. De ilyenkor a püspöknek bele kell nyúlni. Nem a pap érdekébe, a közösség érdekébe. Na most, ha ő valakit elmozdít valahonnan, oda valakit rakni kell. Ugye? Vagy ha valaki elkéri magát, oda valakit pótolni kell. Ugye? Akkor ez így, ő látja fentről. Azt mondja, hogy akkor most onnan, mit tudom én, X helyről az atyát elviszem. Már idősebb, öregebb, már nem bír annyit. Hát egy cégvezető mit csinál? Azt mondja, hogy ott van egy igaz, jó ember, szeretik minden, de már nem tud úgy teljesíteni. Akkor oda megyek hozzá, azt mondom, te nézd, jó, oké, nem mennél át oda, kisebb teher, kevesebb, stb. De persze, átmegy. Akkor helyére meg visz valakit. Így működik. Tehát így kell felfogni, hogy ez nem csak arról szól, hogy akkor most... Tehát ezt minket nem kérdeznek meg erről. Hogy figyelj, oda, közlik, és nézd, ezzel semmi baj nincs. Ez közlik, és akkor megyünk. Ugye? És akkor ez is így történik. Ugye most fiatal vagyok, azt mondja, hogy elmész oda. Ugye 6 év múlva, 7 év múlva, 18 év múlva, vagy mit tudom én, x év múlva, azt mondja, hogy visszajössz puszta szerre. Mert csak arra vagy képes. És ez ilyen egyszerű. Ugye? Mindig azt kell csinálni, amire képes vagy. Ugye, most erre vagyok képes, ezt csináljuk. 20 év múlva arra leszek képes, azt csináljuk. De akkor nem fogják azt mondani a vásárhelyieknek, hogy hú, de mit tudom én, ez van. Megfognak, azt elvisznek. Miért? Azért, mert a cégnek
ez az érdeke. Ez az, csak így tud működni, ugye? Tehát ez így működik. Most elmondom azt, hogy mit csinálnék, ha rajtam múlna a dolog. Ugye Szabó Zsoltnak, a rendőrkapitánynak mondtam, hogy ha már így követgetjük egymást, akkor ne akarjon megyei kapitány lenni, mert én nem akarok püspök lenni. Tehát az Isten ments, tehát az más világ. De a lényeg, én tényleg azt látom, hogy tehát a papokat nem városokba kellene küldeni, a személytelen világba, hanem falvakba. Tehát tegyük fel, ha ott van Hódmezővásárhely, akkor a pap lakjon mondjuk Mártéjon, ott legyen a lakása, ott lakjon, oda menjen haza, ott, és utána ő szépen bejár a városba, ott hivatali ügyeket, stb. Elintézi, végül is 10 perc alatt ott vagyok, de oda megyek haza Mártéjra, miért? Azért, mert ott a postán megyek, és szóba állsz, a bódba, bárhol, ugye, és ott kialakul egy kapcsolat. Azt ne felejtsék el, hogy a papot a közösség tartja meg. Az, hogy kapcsolatban van az emberekkel. Egy nagyobb vár, egy személytelen világban, ez nincs. Bemegyek a postára, azt mindenki néz, mi hal a szatyorba. Ráköszönsz, nézd, hogy hülye vagy, mit köszönsz itt nekem, vagy se tudod, ki vagy. Ugye? Tehát, hogy ez ott nem működik. Ezért, ha a papokat meg akarjuk védeni, és azt akarjuk, hogy egészséges lelkülettel leszolgáljanak 50 évet, akkor ezekből a személytelen dolgokból ki kell őket vonni. Tessék rakni papot Balástyára, ahol elmegy a postára, a bódba, Csengelére, ide még Kistelekre is, nem olyan nagy terület, de szerintem Hódmezővásárhelyen, abban a városban értelmetlen ott lakó pap. Én csak püspöknek is meg fogom mondani. Nyilván, nyilván nézni fog, ugye? De az a jó, ha a pap körül van egy kis, ugye kilépsz a házból, intesz, köszönsz, stb. Ez rengeteg erőt ad az embernek. Ne érzed, hogy nem vagy magányos, nem vagy. Egy városban hosszú távon, ha nem vagy, én nem az a típus vagyok, mert én már a közmunkás hölgyeket behívtam kávézni. Jó szíven is fogok. Hát mondom, jöjjenek már, mondom, én egyedül nem kávézok. Bejöttek vagy négyen, néztek ki a fejükből. Nem tudom, itt vannak a zsemberi éváik? Nem látom. A Pigniszki Csaba jött, mert a fürdőszobámat ő csinálja. Ott és akkor hozott egy láda paradicsomot, meg paprikát az éváiktól. Ugye, ezt mondja, hogy pakolj már ki, valahova ládákat vissza kell vinnem. Hát ennyi ezével nem tudok mit csinálni. Na, vannak ott ilyen szerzetes nővérek, és mondom, jöjjenek már, vigyenek paradicsomot. De hát nekik is annyi van, már nem bírja. Na, mondom, kifelé az utcára. Asszonyok, jöjjenek be! Bejöttek, mondom, ott van, válogassák, vigyék. Mondom, amennyi. Meg csak néztek, tényleg? Mondom, tényleg? De nem viccel? Mondom, de hogy viccelek? Na, szedjék, azt vigyék. Ugye? Hát még ilyet soha nem értek, hogy a plébániáról valamit visznek kifelé. Ugye? Hát oda csak befelé kell vinni. Na, tehát, de meg fogják ezt szokni. Ugye, meg fogják ezt szokni, és ugye ez gyorsan elmegy a híre, elterjed a híre, hogy itt van egy ilyen félkegyelmű, aki mindenkivel szóba áll, és akkor ez ilyen jó lesz, szerintem. Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem nyugodtunk meg, hogy így elmegy, de azért mindannyiunkban megfogalmazódott valami. Egy tisztelet, egy szeretet, és ahogy Imi mondta, egy elengedés. Ezért, mint a város polgármestere, elengedünk. De soha ne felejtsd, itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm, és zárszóként csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a fényképezőgépet, köszönöm a szép szavakat, nagyon sok szép képet fogok készíteni, biztos, majd a Facebook oldalamat nézegessék, és akkor látják, hogy ez ezzel készült. A legszebb képet már elkészítettem. Ez az elmúlt éveknek a képe önökről.
itt van a szívemben, és amint mondottam, az záró búcsú misémen is köszönöm, hogy számba vettek, köszönöm, hogy a szájukra vettek, de a legjobban azt köszönöm, hogy a szívükre vettek.